Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. Önök Viva Natura televíziót vagy VNTV-t látnak, ezen belül is az FAQ adássorozatunkat. Az FAQ nem tesz más, mint a felelősségvállalásunk koeficiense, a felelősségvállalásunk mértéke, vagy a tudatosulásunk mértéke. Magyarul beszélünk ebben a gyönyörű országban. Kedves vendégem, Rábik János úr, szerbusz, aki... Köszönöm a meghívást. Aki az elmúlt, azt merem mondani, az elmúlt 58 évben többet tett a magyarság, sajnos ki kell mondani, 56-58 évvel ezelőtt volt szellemi fejlődésében, mint nagyon sokan megtehették volna. És itt március 15-e kapcsán egy érdekes címet adtunk a műsornak, Széchenyi István a legnagyobb magyar fia, Petőfi Sándor, és két könyvet is hoztál ebből az alkalomból. Hát el fogunk itt mélyedni olyan dolgokba, amiről jó magam is, meg kell mondanom, nem hallottam még soha. A kis előtörténetet, két szálat szeretnék fölvetni. Az egyik az, hogy a genetikai vizsgálatok olyan mélységig eljutottak ma már, hogy egy lekapart csontról képesek bármiféle következtetéseket hozni. Egy laza méréssel a finnugor kapcsolatot meg lehetne vizsgálni, de akkor megszűnne a Magyar Tudományos Akadémián a finnugor tanszék. De Petőfi Sándorral kapcsolatban én ugyanezt el tudnám mondani, hogyha vennék a bátorságot, megvannak most már Petőfi Sándor földi maradványai, egy egyszerű vizsgálattal, genetikai vizsgálattal, akár Széchenyi Istvánnéval össze mérni, hasonlítani, nem lennének ezek kétségek, és akkor a magyarság olyan erőre kapna, sok szempontból, ugye, mert tudjuk, hogy a múltunkból táplálkozunk, hogy még gyorsabb lenne ez a fantasztikus felemelkedés, aminek egyébként, hál' Istennek, részesei vagyunk, mert olykorban születhettünk erre a földre, amikor egy óriási változást fogunk megérni a magyarság történetében, mert mi nem valami ellen, hanem valamiért harcolunk az elmúlt hosszú időben, és én külön szeretném neked megköszönni, hogy rendszeresen látogatod a VNTV-t, a Viva Natura televíziót, és akkor csapjunk bele Petőfi Sándor életébe, illetve ebbe az egész homályba, ami fedi őt, és mi ennek az oka, hogy triviális, egyáltalán bizonyítható dolgokat nem hajlandó tudomásul venni a magyar tudományos közélet, és itt elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia hozzáállását szeretném veled átbeszélni. Muszáj azzal kezdeni, hogy én kívülálló vagyok, én ebbe az egész úgynevezett Petőfi vitában nem vettem részt, de mint magyar emberként, egyrészt mint magyar emberként természetesen érdekel, hogy mi az igazság, de másrészt én nekem, amióta hazajöttem Magyarországra 2001 óta, az lett a foglalkozásom, hogy az elhallgatott tényeket próbálom összeszedni és közreadni, mert úgy gondolom, hogy az megismert tényeknek más lesz az értelmük, ha hozzátesszük azt, amiről nem beszélnek, amit elhallgatnak, vagy meghamisítanak. Tehát én ilyen tényirodalommal kezdtem kényszerűen foglalkozni, és ma már a tényirodalomnak vagyok elkötelezve, és mint ilyen is, igenis, kézbe vettem ezt a könyvet, ami itt van, ami bizony egy rendkívül fontos könyv, Borzák Tibor írta, PS, Petőfi Sándor, és titkok a barguzini csontváz körül. Ez egy dokumentumkötet, és csak olyan dokumentációt tartalmaz, ami mind alá van támasztva hiteles szakvéleménnyel. Hogy kérdezek valamit? Mondtál egy villanás. 2001-ben, amikor te hazajöttél, és amikor megismerted itt a szellemi közéletet, megismerted újból a sajtót mélységében, mi volt a gondolatod, hogy Uram Isten, én nem erre fizettem be, mert én azt hittem, hogy itt most már változások lesznek. Mikor döbbentél rá, hogy azért itt... Hát én azért már még mielőtt hazaköltöztem vár, mert ugye állandóan egyrészt a Szabad Európa ugye vezető program szerkesztőjeként nekem kötelességem volt nyomon kísérni, hogy mi történik. Tehát én már akkor tudtam azt, hogy itt megint valami olyasmi történt, amit a magyar nép nem akart. Hogy 1956-ban nem kértünk a bolsevik diktatúrából,
ugyanúgy a magyar nép ezt se akarta, hogy arctalan pénzviszonyokba elrejtett pénzhatalmi diktatúra épüljön ki, ami sokkal álnokabb, sokkal alattomosabb, és velejék hazug. Még a kommunizmusnál is hazugabb, mert egészen mást állít magáról, mint amit csinál. Tehát én azért ezzel tisztában voltam, csak kerestem az okát, és az okát abba találtam meg, hogy az embereket azért lehetett így megtéveszteni, mert a történelemnek körülbelül a fele az el van hallgatva. És ugye teljesen más értelme van. Én nem azt mondom, hogy hamis dolgokat tanulunk, igaz dolgokat tanulunk, de egészen mást ér az az igazság, amihez hozzárakom az elhallgatott részt is, mert ezek kölcsönhatában, hogyha én, csak hogy egy világos legyen, miről beszélek. Tehát ha arról van szó, B belerúg A-ba, és ez igaz tény, de nem mondom elő, hogy előtte A fölpofozta B-t, akkor egészen más értelme van annak, hogy miért rúgott bele B az A-ba. Tehát nekem azt is meg kell mondani, hogy igen, de előtte A fölpofozta B. Jó, menjünk vissza kicsit. De érted, tökéletesen értem. Teljesen tehát elhallgatják hát a történelemnek egy részét. Okozati dolgokból csak azt emelik ki, amire neki szükségük van. És így tulajdonképpen egy teljesen hamis világban kell például a magyaroknak élni. Például a Trianon vonatkozásában egy teljesen hamis világot építettek föl, ugye, és muszáj, na most én ezt abba akarom hagyni, csak hogy rátérjek Petőfire, tehát én kényszerűségből foglalkoztam azzal, hogy mi az igaz ebbe a Barguzini témában. És nagyon komolyan utána néztem, és megállapítottam, ha valaki hisz a tudománynak, hisz az archeológiának, hisz a különböző antropológusoknak, hisz a történészeknek, akkor Barguzinnal foglalkozni kell, a dokumentumokat ez a könyv, ami most jelent meg talán 2 hete, teljes mértékben tartalmazza, és annak a tudományos akadémiának, amelynek a kötelessége lenne, hogy ezt a kérdést a helyére tegye, bizony már nincs semmilyen legitim érvelése arra, mert 2 dolog között választhat. Vagy megcáfolja ezeket a dokumentumokat, és akkor igaza van. Inkább elhallgatja. A elhallgatáshoz nincs joga, mert azért létezik a Tudományos Akadémia, hogy a tudományos és igaz bizonyított ismereteket a társadalom számára majd egyrészt őrizze, közreadja, továbbfejleszti. Rátérünk majd, hogy a Tudományos Akadémia miért az attitűdöt folytatja velünk, de hogy ezt a földobásunkat, hogy... Tehát én azt akarom itt hangsúlyozni, hogy nem teheti meg a Tudományos Akadémia, hogy ezt a könyvet ne cáfolja meg. Mivel? Meg kell cáfolnia, ha meg nem tudja megcáfolni, akkor a Tudományos Akadémia adja föl azt, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel elmenve a hazugdolásig akadályozza azt, hogy ez az egész Barguzini vizsgálat befejeződjék egy mindent eldöntő vizsgálattal, mégpedig azzal, hogy a DNS vizsgálatot lebonyolítják. Sokféle lehetőség van arra, hogy Petőfinek a személyazonosságát DNS vizsgálattal bizonyítsák, és akkor ez a kérdés el van döntve. Jó, egy előző adásban pont ezen nem beszélgettünk, hogy egy felelős nemzeti kormány milyen módon nem tudja irányítani bizonyos miniszterelnökét, hogy mégis önálló életet él, akkor ki mered jelenteni, hogy egy felelős magyar kormány nem tudja irányítani, hogy a magyar Tudományos Akadémia, benne van a neve, hogy mi lenne a dolga, hogy ez mégis milyen irányítságot, és milyen elveket tartson fenn. Hát beszélgettünk erről már, hogy a Habsburg uralom idején kezdett el igazából ez a 1921. 21 óta. Akkor történt egy a bécsi hatalmi központ, kiadott egy utasítást, hogy a magyaroknak ki kell találni valami más
származást, mert az megkönnyíti és a hazugra. Oda jutottunk el, amit Glac Ferenc nyilatkozott, hogy nekünk több emberöltőre volt szükségünk, mire az ó lábunktól ki tudtuk egyenisíteni a lábainkat, hogy az eke mögé tudjunk állni. Egy ilyen sötét bunkó népnek apostrofálják ezt az országot. Térjünk rá Széchenyi szerepére. Azt mondtad, hogy ez a kiszolgáltatott nép, ami a bolsevikoknál még rosszabb rendszerbe érkezett el. 100 évvel ezelőtt Széchenyi két dologon nyilatkozik ebben az írásban, amit úgy szintén te hoztál. Az ott Bozsák Tibor könyve volt, ez meg Spira György Széchenyiről című könyve, ami úgy szintén most jelent meg, majd bemutatjuk ezt is. Bejött nekem egy időzetet, hogy olvassam föl. Olvasd fel. És két dologra kapunk itt választ ebben az egész dologban. Mivel nem az irodalmi szakkörből gyűjtem, ezért elnézést kérem. Azért mondd meg, hogy kinek írja, és nagyon milyen fontos, alkalommal. Igen. Ott van a Tasler. Döblingi Őrültek házából írja Tasler Antal úrnak, aki az ő Személyi titkára és bizalmasa volt. Ezt mondja. Ó, Istenem, csak most látom világosan, micsoda gyönyörű ország Magyarország, és milyen végtelenül okosak voltak a magyarok. Ó, most volna virágkorszakunk, és ehelyett rabszolga a magyar. Ó, ez kibírhatatlan. Zenénk, irodalmunk, nyelvünk, viseletünk, etc. Még konyhaművészetünk is divatban volna, most ezt egészen világosan látom. Magyarország akkora lakossággal rendelkezne, amekkora amerikái, javában fejlődnénk most. Áll Buda, él magyar még, ez nem lehet többé mondani, és összes látnok, aki az utóbbi időben támadtak, mint például Petőfi, aki a fiam, akinek anyját, mint annyi mást hagytam megdögleni. Ez ugye egy kicsit determinált önmagát marcangoló embernek az írása. De két dolgot, hogyha István a király című monológiát, ahol Koppány vezér sámánya elmondja, hogy Magyarország mekkora hatalom lehetne, hogyha az értékeit valóban azon a szinten tudná élni, amire elrendeltetett, mint Isten ősnépe. És ez az egyik, a másik dolog az, hogy mint Petőfi, mint látnokként említi, aki az én finom, akinek az édesanyját hagyta elenyészni, egy kicsit durván fogalmazott, de ennél hitelesebb dolog nincsen, és hogyha te a DNS vizsgálatokra hivatkoztál, akkor is hadd hivatkozzak, ez egy nagyon egyszerű DNS vizsgálat. Ezt is meg lehetne csinálni. Na most ugye arról van szó, hogy hogy lehetett a Széchenyi, gróf Széchenyi, a legnagyobb magyar egyébként, ugye ezt nem ő adta magának ezt a címet, hanem a kortársai adták neki. Hát úgy, hogy a Rúz Máriának, ugye Petőfi édesanyjának sokáig nem volt gyereke, férnél volt, de nem volt gyereke. Petrovics úrral, ugye értem? Igen, Petrovicssal. Na most ugye a helyzet az, hogy ugyanakkor a Rúz Mária ott volt a közelükben, ahol laktak egy főúri kastély, ahol a Széchenyi gróf barátja lakott, és ő oda járt dolgozni, takarítani, ezt, azt, mindenfélét csinálni, és tulajdonképpen itt jött össze Széchenyi Istvánnal. És a gyerek az egyértelmű, mert hiszen dokumentumok vannak rá, hogy még az apának, a Petrovicsnak is voltak különböző aggályai, mert előfordult, hogy fattyúnak nevezte. Mm. És tulajdonképpen csak a második gyerekét, aki aztán jött, azt nevezte el ugye Istvánnak. Azt vette saját nevére, igen, őt ismerte el első szülő gyermekének. Így van, azt így van, pontosan, csak azt nevezte el Istvánnak. Na most... De azért azt is láthatjuk, azért, ha valaki nyomon követi Petőfi életét, azért mindig volt valami ott mögötte, mert amikor ugye meggyűlt a problémája ugye katonán, a katonaságnál, kiderült, hogy hát teljesen kisiklatná a pályáját és az életét, azért valaki oda nyúlt a háta mögé, és elintézte, hogy a katonaságtól meg tudjon szabadulni.
És azért csak emlékezzünk vissza, hogy azért ezt a plebejus, tehát formailag alacsony származású Petőfit azért mennyi előkelő barát vettek közül. Hátszél támogatom, úgy fogalmazom. Így van, tehát azért a Széchenyi keze az ott volt, és kiderül, pontosan ebből a önvádból is kiderül, hogy ő a Rúz Mária sorsát is nyomon követte. Tehát ő még Döblingből is nyomon követte azt. És felelősséget érez, és szégyeli magát. És felelősséget érzett iránta, hogy ez a szegény asszony meghalt, pedig hát ugye az ő fiának az anyja. És ez nagyon fontos annak, mert én például, nekem nagyon fontos volt, hogy ezt tudjam, mert nekem sokáig rejtély volt az, hogy lehet, hogy apai ágon szerb származású, anyai ágon pedig, hát mondjuk így, hogy ilyen tóth-szlovák vér, bár elmagyar. Szóval, hogy lehet... Ennyire magyar identitású embert szülniük, hogy... Tehát nem az, hogy nagy költő, mert minél lehetne, de a Petőfi úgy magyar, hogy csak hadd mondjak egy valamit róla, amit átéltem New Yorkba. Ott volt Dukász Anna, aki a kolozsvári színháznak a magyar dívája volt, utána a Székely Nemzeti Színháznak volt az igazgatónője, és Ceausescu idején parlamenti képviselő. De amikor Ceausescunak a Király Károllyal megromlott a viszonya, mert ők együtt éltek, neki el kellett menni, tehát el kellett menekülnie, és a két fia már akkor egyetemeket elvégezték, az egyik Ausztrália, úgyhogy, de az egyik még Temesváron volt, szóval ez a Dukász Anna, amikor el volt keseredve, elmondta, hogy amikor mi magyarok itt New Yorkban el vagyunk keseredve, akkor mindig úgy tudunk, mindig azt mondjuk, vegyük el Petőfit, olvassunk egy kis Petőfit, mindjárt megnyugszunk. Tehát a Petőfit használták arra, hogy a magyar lelkük megnyugodjon ott a távolba, Amerikába. Menjünk egy kicsit 1849-be, Segesvári csata, ahol általában mi történelmi ismeretünk Petőfi Sándorral kapcsolatosan véget ér, ahol ő eltűnt, igaz? És mindenki azt gondolja, hogy közös katonai sírba került, mert hogy nem volt egy nagy katona vitéz, ezt az előbbi elmondásodból kiderült, viszont úgy érezte, hogy a hazát neki is oda kell menni, meg kell védenie, és innentől fogva egy óriási nagy űr és szakadás van az ő életének az ismeretében, majd előjön az a történet, amiről igen, elkezdtünk beszélni. Na most tudjuk, a sokáig letagadták, tudjuk, hogy több ezer magyar katonát vittek el a Bajkáltó mellé. Ezek között volt Petőfi Sándor is, azért nem találták meg a semmilyen nyomát. Na már most, ott ugye Bargozinban ma már tudjuk, hogy megőrizte az ottani helyi lakosság, hogy itt van az a Alekszandr Petrovics, aki valahonnan messziről jött, azt mondta, hogy ő költő volt, és hogy katona, és egy valami franc császár ellen harcolt, és őrnagy volt, és itt van a sírja. És a sírkövét is megtalálták. És akkor találták meg a csontvázat, ahol Petőfinek 27 ismertető jegye volt, ami csak az övé volt, és ebből a csontvázon megtaláltak 25-öt. Ami azt jelenti, ilyen azonosság több milliárd ember esetében fordul elő. De nem csak erről van szó, hanem elmondták, hogy a Petőfi család, illetve hogy van egy Petőfi család, mert Petőfi ott az egyik közeli kis településnek a tanítónőjét végül is hát elvette feleségül, és attól lettek gyerekei. Ez a Kuznyecov család. A Kuznyecov család az végig tudja, hogy ők Petőfinek a leszármazottai. Vannak magyar nyelvű Petőfi versek náluk, és orosz nyelvű, amiket már Petőfi Sándor orosz nyelven írt. Tehát magyar nyelvű versek is vannak a Kuznyecov családnál, meg orosz nyelvűek. Mert kicsit mi a tudományos akadémiához el kell jutni, amikor megtalálták a leleteket, úgy vélekeztek, hogy ez egy
női csontváz, mert olyan keskeny a csípő csontja. Tehát ilyen na ez egy szabadkönyves hazugság. Igen. Hogyha ez így lenne, akkor miért akadályozzák meg tűzzel vassal a DNS vizsgálatot? Uh-huh. Meg miért nem cáfolják meg ezt a könyvet? Mert aki ezt a könyvet kézbe veszi, az tudja, hogy ez egy szabadkönyves hazugság, és minden tudományos akadémiához tartozó valaki, aki ezt a hazugságot mondja, annak azt üzenem, hogy szégyelje magát. Jó, tehát eljutottunk odáig, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Szabadkőművesség fellegvára. Igen. Mi a Magyar Szabadkőművességnek az ellenérzése Petőfivel kapcsolatban 2014-ben? Miért nem derülhet az ki Petőfiről, hogy ő utána az életének egy majdnem ugyanolyan hosszú életszakaszát tevékeny költőként le tudta élni Oroszországban? Azon kívül, hogy megvettem Glac Ferencet ezért a kijelentésért, ami a magyarokról szólt, és azon kívül, hogy Vizie Szilveszterért se rajongok, hogy nem karolta, ő is szabadköves, Glac Ferenc is szabadköves. Lényegében mindenki szabadköves a Tudományos Akadémia, amit ugye pontosan Széchenyi István, Petőfi édesapja hozott létre, ugye, egy évi jövedelmét ajánlotta föl rá. Na most ezt már a Habsburgok alatt, ugye követve az 1821-es utasítást, amikor eldöntötték, hogy a magyarokat, a magyar köztörténetét meghamisítják, és kitalálták ezt a finnugor dolgot, amit már egyébként Finnországban már nem tanítanak. De nálunk mi mindig tanszik. Hát nálunk amíg szabadkönyves fellegvár lesz a Tudományos Akadémia, addig ez így marad. De miért? Én próbáltam, na most amit én mondok, ez tulajdonképpen hipotézis. De azért ebben a hipotézisben vannak, hogy úgy mondjam, megfontolandó érvek. Hát több oka lehet. Az egyik oka az, hogy Petőfi maga is szabadkönyves volt. Ezt honnan lehet tudni? Hát el kell olvasni az olyan verseit, de sok ilyen van. Tehát valószínű, hogy őt titokba a fiatal, tehetséges embert az akkori szabadkönyvesség beszervezte. Tehát ő szabadkönyves. Rengeteg olyan verse van, ahol a szabadkönyvességnek az a vonulata van benne. Uh-huh. Egy gondolat bánt engemet, hogy mondjak egy ilyet. De sok ilyen van, ahol ő tulajdonképpen ezt ma már tudjuk, hogy maszlag. De ő számára nem biztos, hogy ma világszabadság, és tehát a világ köztársaság, a szabadkönyves maszlag. Ma már tudjuk, hogy az, de lehet, hogy ő még ezzel nem volt tisztában, ő még lelkesedett. Hadd kérdezek, tanár úr, van egy nagyon fontos kérdésem. Az előbb említetted, hogy a Széchenyi István által alakított Magyar Tudományos Akadémiát, akkor biztos, hogy nem a Szabadkőművesség fellegvárának alakította, hanem a Magyar Nemzetállam Tudományos Fejlődéséért, illetve a szabadkőművesség alapelveit figyelembe véve, talán nálad olvastam, hogy évszázadokon keresztül ez nem volt egy ilyen negatív aspektus, mert nagyon sok pozitív dolgot akart, és valamikor ezt a szabadkönyvességet is elfoglalta egy bizonyos erő, aki ezt magát, ezt az alapelvet és alapgondolkodást átirányította a saját céljaira, és a mai is szabadkönyvesség, amit mi kvázi nem érezünk pozitív vonulatnak, és a szabadkönyvesség alap elképzelései között azért alapvető különbségek vannak. Ez igaz, ennek dacára, és miután szóba hoztad, a leleplező március 12-én jelenik meg az idei első. Uh-huh. Abban van nekem egy 34 oldalas írásom arról, hogy a szabad könyvességet a zsidóság hozta létre. És mindig is a szertartásai tulajdonképpen zsidó szertartásokra emlékeztetnek. Tehát a zsidóság egyrészt létrehozója a szabad könyvességnek, másrészt pedig jó, nem mindig volt olyan totális kontrollja a szabadkönyvesség felett, mint ma,
de általában megvolt, és ezt a kontrollját megerősítette akkor, amikor létrejött a bajorországi illuminátusok, az Adam Weishaupt részvétel, amit egyébként a frankfurti Rothschildok finanszíroztak, és amelyet direkt azért hoztak létre, hogy a már létrejött pénzkartel az közvetlenül rá tudja tenni a kezét arra a 3 millió szabadkönyvesre, ami abban az időben, tehát 1776-ról beszélek, és azért mondjuk hozzá, hogy ez 1776, az ugye milyen fontos időszak, a szabadkönyvesek létrehozzák az Egyesült Államokat, ugye, tehát meg beindul ugye az a folyamat, ami aztán gondoljuk arra, hogy az illuminátusok megalapítója Adam Weishaupt, az ugye, tehát 1776 május 1-én alakult meg, innen jön a május 1-i vonal, és így tovább. Tehát ez egy nagyon kombinált, koordinált dolog. De most visszatérve, Magyarországon a szabadkönyvességnek volt egy erősen nemzeti vonatkozása. És ez egészen megmaradt a fin de siècle, tehát a 19. század vége és a 20. század eleje, tehát ez a fin de siècle időszak egész addig megmaradt, mert akkor a magyarországi zsidóság átvette a szabadkönyvesség vezetését, méghozzá a radikális, tehát balliberális, radikális zsidóság, a zsidóságnak is több réteges irányzata van, ez átvette, tehát Jászi Oszkár és társai átveszik a szabadkönyv, és akkor a Nemzeti Szabadkönyvességből kimaradnak, még tehát a szabadkönyvesség az mindig álcázza magát. Hát ugye ő magát ezének tünteti föl, a világ jobbításán fáradozó, jótékonykodó emberek, tehát ilyen filantróp és emberbaráti társaságának, stb. És nem akarok ebbe belemenni, hanem azt akarom hangsúlyozni, hogy elképzelhető, hogy a Szabadkönyves Tudományos Akadémia az egyrészt nem akarja, hogy kiderüljön, hogy Petőfi Sándor szabadkönyves volt. Ezt egyébként mondom, a műveiből ki lehet mutatni, mert ott vannak a szabadkönyves szárnyaló eszmék, ma már tudjuk, hogy téveszmék, de ezt miért kellett volna tudni Petőfinek. De azt tudhatjuk, hogy 1848 az egy szabadkönyves akció volt. Szabadkönyvesek robbantották ki Párizsba februárban, és ez mindenütt a szabadkönyvesek csinálták. Az egy szabadkönyves hatalomátvételi kísérlet volt. 18. Magyarországon más is volt. Mert Magyarországon a szabadkönyvességnek fel kellett vállalnia azokat a nemzeti programokat, például, amiért a reformkorban harcoltak, hogy például legyen magyar önálló pénzrendszer, mert anélkül nem tud a magyar gazdaság és társadalom fejlődni, amit ugye Széchenyi állandó, hát a hitel világ stádiumban, hát ezt világosan megírta. És amit nagyon jól fölismert Kossuth is, hát azért volt az, hogy ő nem ment bele abba, hogy a bécsi Rothschildok adjanak nekünk nagy kamatra pénzt, hanem azt mondta, hogy én kibocsátom. És a fedezetét összegyűjtötte. És el is lopták tőle. Azt ellopták tőle, mert a Vodianer, aki ellopta tőle, az kiderült, hogy Kossuth belső bizalmi ember, ugyanakkor a Rothschildoknak volt az ügynöke. Ez később... Nagyon fontos, amit feszegetünk, hogy a szabadkönyvesség, aki fölvállalja a magyar saját pénz kibocsátását, megy megfelelő belső nyomásra, ne keverjük már össze azzal a Rothschild vonallal, ami az egész cionizmus kialakulásának meg végképeljétének. Igen, de itt arról beszélek, hogy ugye a dinasztia alapító szétosztotta az öt fiát. Uh-huh. Ugye az első szülött az maradt Frankfurtban, de az ág kihalt, mert nem volt gyerek. Uh-huh. A legtehetségesebb az volt a Nátán, aki megalapította a vezető dinasztia ágat, a dinasztiának a vezető ágát a londoni, a James az ugye megalapította a francia ágat, a Kálmán az Nápolyba ment, de Salamon
akiről egyébként nem más, mint ugye az osztrák kancellár bizonyított ebbe, hogy szedte össze a dokumentumokat, adta át a gestapónak, és jutott el Hitlerhez, hogy Hitler anyai nagypapája Salomon Rothschild volt. Jézus Mariam. De, most, ugye, ezt nem én mondom, hanem ezt az meg is kapta magáért, mert meggyilkolták, megjelentek 34-be, megjelentek nála a Télapó vagy a gestapó? Hát szerintem igen, és lelőtték a saját kancellári hivatalába. Uh-huh. Jó, annyira bonyolult és szövevényes ez a dolog, most már hát, kiderült, hogy... Na jó, de ebben nem akarok tovább menni. Igen, igen. Szóval lényeg az, hogy a Rothschildokkal volt a bécsi nemzet, tehát az osztrák nemzeti bank Rothschild tulajdonban volt, kész. Az osztrák nemzeti bank akarta magyaroknak kamatra pénzt adni, erre mondta pénzügyminiszterként még Kossuth, hogy nem kérünk kamat pénzt, én is ki tudok bocsátani kamatmentesen, kész. De annak nem lesz vede. Összegyűjtött honleágyok, összeadták az ékszereiket, és 4 millió... Kossuth bankot, bocsánat. 4 millió forint? 4 millió rénusi forint, tehát aha. Ami akkor annak az alap. Na most ez volt az, amit a Vodianer, mert amikor ment a kormányzat Bécsbe, akkor Kossuth elrendelte, hogy vigyék át a pénznyomdát és a tartalékot Debrecenbe. A pénznyomda megérkezett, a pénz, egy 4 millió aranyékszer, ez meg megérkezett a Rothschild házhoz Bécsbe. Mert a Vodianer, aki azének a bizalmi embere volt, arról később tudtuk meg, mert utána, amikor már rég vége volt a ugye 48-nak, meg már kiegyezés, minden, a Vodianer az összes nagy magyarországi Rothschild érdekeltségnek vagy az elnöke volt, vagy az igazgatósági tag. Tehát Rothschild ügynök volt, Kossuth bizalmi ember. És hova vitte? Nem Debrecenbe vitte a pénzt, hanem Bécsbe. Tudod, mi az érdekes? Az jutott eszembe, hogy a Dózsa-féle parasztfelkelés előzménye volt ugye egy csata, ahova a pápa küldte el a pénzt, úgy szintén egy nagy láda aranyot, amit úgy szintén egy akkori szaktanácsadó eltüntetett, és ezért ott állt a főnemesség kint a csatatéren, és nem érkezett meg a Zsolt, és abból indult el az egész Dózsa-féle parasztfelkelés. Vezérszőny László mondta ezt a példát, de nem ebbe akarok. Tehát azt mondod, hogy igazából... De ez csak egy feltételezés, van egy második is. Igen, tehát gyakorlatilag nem akarja a Magyar Tudományos Akadémia, hogy kiderüljön, Petőfiről szabadkönyves volt. Ezzel tudná egyébként a magyar imidzsét csökkenteni, most ha belegondolsz. És van egy nagyon csúnya másik kérdésem. Itt és most a magyar fantasztikus politikai életünkből miniszterelnök, miniszterek, stb. Hány szabadkönyves van, és hány páholyt töltenek be különféle helyeken? Tehát ugye beszélünk mindig arról a dologról, tőled tudom úgy szintén, hogy Kínában a szabadkönyvesek ezerrel építik a páholyokat, mert csak ez lenne az egyetlen rendszer, hogy valahogy azt az óriási független Kínát befolyásolni tudják. Tehát érezzük, hogy ez a háló az egész világon megy, és itt van Magyarországon is. Ezt az egész magyar nemzeti tudatunkat, ez már csak nekünk fontos, ők már úgy hiszik, hogy ez nekünk nem fontos, mert mindent megnyertek, mindent elvittek. Sok kérdést tettem föl, de próbálj meg egyből válaszolni. Nagy több mondatokban. Igen, Kínánál ez van már, a Sun Yat-sen, tehát a kínai Lenin szabadkönyves volt, akkor szabadkönyves volt a Chiang Kai-shek, akkor szabadkönyves volt a Chuen Lai. A Mao Tse-tung az Konfuciánus volt, de a Chuen Lai, a miniszterelnök, na most tovább nem mondom, de hát ez régóta megy, tehát már Sun Yat-sen elkezdődött, az volt a kínai Lenin. Na mindegy, menjünk tovább. A másik, amire utaltál, hogy a magyar politikai elit A magyar politikai elitbe. Na most, a magyar politikai elitbe szerintem mindenki, aki számít, az szabadkönyves. Tehát nincs olyan, aki ne legyne így vagy úgy kapcsolatban szabadkönyvességgel. De a szabadkönyvességnél
Tehát azért mondom, hogy így vagy úgy, mert nem kell, hogy formálisan tag legyen. Nem kell. A szabadkönyvesség nem úgy gyakorolja a hatalmat, hogy mint szabadkönyvesség, hanem olyan embereket helyezel és tart pozícióba, akik azokat a döntéseket, amelyeket a szabadkönyvesek meghoznak, átültetik a gyakorlatba. Virágelvtárs. Könyörgöm, virágelvtárs. Virágelvtárs mindig kér tőlünk valamit. De könyörgöm, hogy lehet itt nemzeti identitásról beszélni? Pillanat. Azért ma is annak dacára, hogyha elindulunk bármely szabadkönyvességnek az alacsony fokozatairól, igen, egy bizonyos szinten már személyi azonosság, vagyis tulajdonképpen personál unióhoz jutunk. De nem csak a különböző irányzatokkal, hanem a különböző pénzügyi csoportokkal, amely pénzügyi csoportok tulajdonában van a reálgazdaság is. Na most nézzük meg, hogy milyen szabadkönyvesek vannak ma Magyarországon. Hát először is ugye van a Grand Orient, amelynek ma is az egyik, tulajdonképpen az ügyvezető vezetője a Mesterházy Attila. Na most a Grand Orient, amely ateista, és a politikai bázisa a kommunisták, posztkommunisták. Na most után akkor megvan egy János Rendi, amely nem ateista, és londoni, tehát nem párizsi központja van, londoni központja van. A János Rendiek még kiteszik a Bibliát, amikor, de a helyzet az, hogy a János Rendiek mellett is, és hát megvannak a templomosok, megvan a zsidó szabadkönyvesség, a Böné Börit, és így tovább, és ugye ezekről, hogy kik a vezetők, azt onnan lehet tudni, hogy a Böné Böritnek voltak kiadványai, például antiszemita közbeszéd Magyarországon, több kötet jelent meg, és kétnyelvű, angolul, magyarul. Kik voltak a szerkesztők? Hát Vince András, mondok egyet, Gerő András. Hmm. Tehát az egyik az MTV elnöke volt sokáig, a másik a Hazurg intézetnek a igazgatója, a történész állandóan kicsit, szerepel. Kicsit jöjjünk vissza, visszakérlek térünk Petőfihez. Én összefoglalnám két mondatban, nagyon szomorú lennék, és Rábik Jánostól fogok idézni. Volt egy műsorunk, közösen csináltuk, az volt a címe, hogy zsidó vagyok, nem cionista. És te azt mondtad el, hogy igazából ott van a választóvonal, hogy amikor egy valaki hatalomra kerül, és egy ország érdekeit kéne szolgálnia, és akkor ő annak a nemzetállamnak a felkent politikusaként a nemzetállamot szolgálja, vagy a vallása szerint dönt, és ez a nagy különbség tesz különbséget egy emberben, hogy ő magyar vagy zsidó ilyen szempontból. Amikor politikusról beszélünk és szabadkönyvességről, akkor igenis megkérdezem én, amikor jön egy döntés, lásd Kossuth 1848, amikor ő nem a Rothschild ház utasítását hajtja végre, hanem hajlandó kibocsájtani a magyar forintot, akkor ő az én szememben hiába a kereteket nem lehet megerőszakolni, és most finoman fogalmaztam, hogy ma egyetlen egy vezető politikus nem kerülhet oda, ha nem lép be valamelyik páholyba. Ezt jelentsük ki. De amikor ő döntéseket hoz, akkor mi alapján hozza meg a döntéseket? Hogy a marionett függőreként a Rothschild háznak a kollaborális, és akkor most lehetne fokozni. Figyelj, tehát több kérdést felvetett, én gyorsan megpróbálom röviden. Légy szíves, de ezek fontos összefüggések. Az egyik, Kossuth valóban csak 1852-ben és Amerikában lett szabadkönyves, de akkor már ő csatlakozott a Giuseppe Mazzini féle karbonárikhoz, akkor Giuseppe Mazzini pedig illuminátus volt. Tehát az Ádám Weishaupt egyik utóda volt. Ezzel most ezt befejezem. Tehát ő akkor még nem volt szabadkönyves. Uh-huh. A másik, amit akartam mondani, az, hogy a annak a megértéséhez, hogy ma a szabadkönyvesek miért ellenzik tűzzel vassal az, hogy Petőfiről kiderüljön, hogy igenis őt találták meg Barguzinba, mert elvitték fogolynak, és élnek a leszármazottai, a Kuznyecov család. Továbbá az, hogy ő Széchenyinek a, mondjuk így, hogy a természetes fia,
hogy ezt miért nem akarják már egy hipotézist elmondtam, most mondok még egy hipotézist. Mi volt ez a konkrét röviden? Az, hogy szabadkönyves volt. Az, hogy ő is szabadkönyves volt, és valószínű, ugye a szabadkönyveseknél nagyon, hogy is mondjam, ez egy nagyon komoly a szabadkönyves titoktartás. Hát ma is nagyon kemény esküket kellett tenni, hogy a nyelvem tépjék ki, a szemem szúrják ki, a szívem tépjék ki, hogyha elárulom a szabadkönyves titkot. Ilyen esküt kell tenni. Honnan tudod? Hát mert ez a 20 forintos kérdésem volt. De nem, ezt onnan lehet tudni, hogy ezt egyrészt Jászi Oszkártól kezdve mindenki megírta, nem azt nekem, hanem a szabadkönyvesek kommunikálnak saját maguk felé. Tehát tehát a Jászi Oszkár ezt azért írta meg, mert ő kvázi nevelte azt a szabadkönyvességet, aminek ő akkor az első embere volt. Erről van itt szó. Na de most gyorsan tényleg akarok röviden válaszolni erre, mert ez egyébként be fog világítani, ez a második hipotézisem. Itt arról van szó, hogy ez összefügg ezzel, hogy a Habsburgok nem akarták, hogy a magyaroknak a valódi őstörténete az kiderüljön, mert akkor kiderülhetett volna, hogy egy európai ősnép, amely itt született a Kárpát-medencébe, de kibocsátó nép volt, mentek nyugatra is, mentek keletre is, és a keleti rész már turániakkal keveredve visszajött az őshazába. De hasonló nyelvű nép élt itt. És persze ők, akik bejöttek, kétnyelvűek voltak, mert volt egy ilyen török-szerű nyelvük, meg volt az, amit ugye hát szkíták, hunok, avarok, stb. Most ebben nem akarok belemenni. De ezt nem akarták az osztrákok, kitalálták a halszagú rokonságot a finugorokkal. Hanem ez úgy függ össze a Tudományos Akadémiával, hogy a Tudományos Akadémia, amely meg lett bízva ezzel, és amely átvette azt a szerepet, hogy ő a Habsburg hatalom kiszolgálójává válik, a magyar nemzet kiszolgálója helyett, holott Magyar Tudományos Akadémia volt, hanem ez ugye fokozatosan átkerült annak a már létező államok feletti hatalmi hálózatnak, amely szintén kinézte magának. Egyrészt ezek földarabolták a túl nagy falatot, mert gondoljunk arra, hogy amikor volt 1867-es kiegyezés, és előtte, és vele egy időben többször itt járt Mózes Montefiore. Na most Mózes Montefiore a nemzetközi zsidóságnak ahhoz az ágához tartozott, amelyik nem ragaszkodott ahhoz, hogy a zsidóságnak saját nemzeti otthona a bibliai területeken legyen, vagyis ami akkor még Törökországhoz tartozott, Palesztina, hogy akkor oda tartozott még. De a zsidóságnak volt egy ága, amelyik viszont elsősorban oda akart vissza, ezért is utasított el minden más lehetőséget. Elutasította, mindent elutasított, amit cserekként ajánlottak föl, csak ahhoz ragaszkodott. Tehát itt arról van szó, hogy ennek a szabadkönyvességnek már megint az az érdeke, hogy Magyarországról, a magyarokról ne derüljön ki az, hogy ez egy ősi nép itt a Kárpát-medencébe. Az az érdeke, hogy ez a magyarság lehetőleg minél gyengébb legyen. Minél öntudatlanabb. Ne legyen, tudnék a múlt mit jelent. A múlt ugyanazt jelente, mint fának a gyökér. Hogyha nincs gyökere, akkor azt a fát könnyű kidönteni. És ez nem véletlen, és pontosan ezt meg is fogalmazták. Hát 1990-ben volt egy nemzetközi tanácskozás azon az egyetemen, a Közép-Európai Egyetem, ugye Soros Egyetemnek is becézik. És ezen az előadó elmondta, hogy a magyarság
Nak ne legyen olyan értelmisége, amely a nemzettudatot fent, csak ilyen szakbarbár értelmisége legyen, és nem kell több, kb. 5-6 millió elég belőlük. És akkor, tehát ez a nemzetközi háttérhatalomnak a stratégiai programja Magyarországra vonatkozott. Ez ellen egyébként egy valaki, aki ezen fölháborodott, ezt végül is megmondta Bencsik Andrásnak, aki a Demokrata, Magyar Demokrata című heti lapnak a most a főszerkesztője, és ő ezt meg is írta. Tehát én is innen tudom. Tehát ő ezt meg is írta, ő tudja a forrását, stb. Na de most mit akarok mondani, hogy befejezzem a második hipotézist? Azt, hogy az az érdek, hogy minden olyasmit, ami erősíteti a magyarságot, ami erősíteti a nemzeti öntudatot. A reményt. Tehát a magyar nemzet tudatot, tehát az, hogy ismét úgy érezzék a magyarok, hogy a többi magyarral együtt egy családot alkotnak. A félelemnél egyetlen egy dolog van erősebb, és ez kicsit ezért, a remény. Ezért minden olyan akciót meg akarnak akadályozni, amely a nemzeti összetartozást és a nemzeti tudatra ébredést és a nemzet megmaradást szolgálhatja. Na már most, hogyha viszont Petőfi kapcsán, ugye, Petőfi kapcsán a szabadkövesség változtat ezen az álláspontján, akkor itt olyan folyamatok indulhatnak be, ami nem kedvez ennek a hosszú távú stratégiának, mert Magyarországot kinézték maguknak. Hát ez... És a magyarságnak ne legyen nemzettudata, mert akkor lesz jó cselédnép belőle. Igen, hát erről szól Trianon, most nem menjünk Trianonba bele. És ezért nekik Petőfit meg kell tartani szabadkönyvesnek, akiről nem szabad tudni az igazat. Én egy gondolattal szeretném ezt bezárni, és ezt megint ugye, ha már elmentünk erre az irányba, akkor Putyin úr lesz, akinek egy levelét fogod ismertetni. És meg szeretném kérdezni, ha már szabadkönyvesség kapcsán emlegetjük a világot, tudjuk jól, hogy Stalin nem volt szabadkönyves barát, hogy finoman fogalmazzak, és ő 22 és 30 között a teljes szabadkönyves pár... A Stalin rózsakeresztes volt. Tehát akkor, mikor még ő ugye papnövendék volt, igen, ő papnövendék volt, akkor alakult neki ki olyan ismerettsége, akik beszervezték a rózsak. Tehát nem volt granorientes szabadkövet, azért volt granorientes. A Trocki, Lenin. De ezeket a páholyokat ő szépen kigyomlálta. Tehát... Hát igen, de azt a többi bolsevik is, mert a bolsevikok azt mondták, mi vagyunk a hiteles szabadkönyvesek, nem akarok más így... szabadkönyves nem kell. Az a nagy kérdésem, hogy Putyin, aki egyébként... a magyarságnak, elmondod, és ez lesz a záró részt az adásunknak, mit üzent a magyaroknak, hogy bír ma szerinted a páholyokkal, mert a páholyokat ugyanúgy építik vissza, mert ez a pókháló elv, amit a háttérhatalom csinál, és látjuk, hogy azért az oligarchák elég erősek, és ugyanakkor a Putyin meg tudja őrizni a hatalmát. Hogy látod ezt a kérdést, hogy ez az új irányzat, a nemzetállam fenntartása, tehát teljes egészében szembe megy annak a gondolkodásmódnak, amit a páholyok irányítanak, illetve a végén mondd el, hogy Putyin mit üzent a magyaroknak Petőfi Sándorral kapcsolatosan? A Putyin az szövetségre lépett a pravoszláv egyházzal, és tulajdonképpen próbálta az orosz közgondolkodást és viszonyokat visszavezetni a keresztény értékrendre. És ezért is van az, hogy ő rendkívül módon elhatárolódik ettől a fajta kulturális marxizmustól, amely a Frankfurti iskola képvisel, és amely lényegében szétrohasztotta Európának a hagyományos keresztény erkölcsét és értékrendjét. Tehát ilyen, én úgy gondolom, hogy a Putyin nem szabadkönyves, mert olyan az egyik fő ideológus, akit úgy hívják, hogy Alexander Dugin, az inkább igenis izébe gondolkozik, tehát nemzetbe gondolkodik, orosz nemzetbe gondolkodik, és Rodina Maty, tehát a orosz ország anyácskába gondolkodik, Rodina Maty. És ez az ő egyik
fő ideológusa, aki egyébként egy olyan egyetemi tanár a Lomonoszovon, hogy amikor ő tart előadást, az egész folyosó tömve van, úgy hallgatják ezt az Alexander Dugint. Na most ő még mindig tanít. Tehát én úgy gondolom, hogy ő, Putyin nem szabadkönyves, hanem inkább orosz nemzeti politikus, nemzetépítő politikát folytat, és ebben maximálisan támaszkodik a pravoszláv egyházra. Ezt gondolom róla. Na most, igen, megmondom őszintén, hogy ezt a levelet még nem tudtam megszerezni, de már hallottam róla egyébként. De több helyen hallottam róla, hogy igenis írt egy levelet, amelyben azt mondta, hogyha a magyar nemzeti kormányzat meg akarja erősíteni a magyar nemzet összetartását. Önértékelését. És igen, és azonosságtudatát, akkor kellene egy nagy nemzeti temetést csinálni a magyar Puskinnak, azaz Petőfi Sándornak. Ez tulajdonképpen még nem olvastam a levelet így, mert ez csak olvastam a levélről, és ezeket olvastam a levélről. És ezért nem állítom azt, hogy 100%, hogy írt egy ilyen levelet a Puskin, illetve a Putyin, és hogy pontosan ezt írta el. De oly sok helyről hallottam, többek között az orosz nagykövetségről, hogy muszáj, hogy... Hitelt adjál neki. Muszáj, hogy azt gondoljam, hogy valami lehet benne. Tehát, tegyük föl, hogy nem írta meg Putyin ezt a levelet. Hát nincs igaza. Nincs igaza annak, aki kitalálta, hogy igenis a magyar nemzetnek erőt adna, ha a Petőfit, akit fiatal emberként elvittek orosz hadifogságba több ezer magyarral, mert megvan a lista, hogy kiket vittek el. És tudod ki, hogy először is az oroszok pontos listát vett. Megvan a lista. És a listát elküldték még a Kádár korszak idején a Tudományos Akadémiának, és az ott szőrén szálán eltűnt. A szabadkönyvesek vagy eldugták, vagy megsemmisítették. Vagy, hogy említsek egy nevet, Matolcsi János, aki a nagybátyja annak a Matolcsinak, aki most a Nemzeti Banknak a elnöke. Nem tudom, hogy ez a tudós ember éle még, Németországba élt. Hát ő 68-tól 72-ig, mint kutató, ezt az egész Kuznyecov, és ez egész dolgot rendszeresen küldte a magyar... Régészeket tudom. Igen, küldte haza. Tehát rengeteg, tehát a Tudományos Akadémián már nem most tudtak meg a Barguzini dologról, hanem már akkor ott állt a kezé, és erről is hallgatnak. Ezeket az anyagokat eltüntették. Tehát végül is igenis azt mondom, hogy hogy el kellene döntenie a magyar szabadkönyvességnek, hogy hajlandó-e internacionalizmusa mellett, kozmopolitizmusa mellett, meg világboldogító stratégiája mellett hajlandó a magyar nemzet alapvető érdekeit, értékeit is fölvállalni, akkor tegye meg azt a szívességet a magyar nemzetnek, hogy Petőfit méltóan eltemetjük, és iskolai tananyag legyen, hogy Petőfi Sándor a legnagyobb magyarnak volt a fia. Kedves nézőink, Petőfi Sándor a legnagyobb magyarnak volt a fia. Nincs mit hozzátennem egyébként, én azt látom, mindig ilyen szimbolikusan jelennek meg előttem képek, hogy ez az egész pókháló rendszer, ami körbefonta már a földanya testét, ami folytogatja a nemzetállamokat, ki kell, hogy pusztuljon, mert ha nem pusztul ki, akkor az egész földanyát és vele együtt a jellegi emberi civilizációt egy-egybe eltünteti, mert nincsen perspektívája ennek az egész ideológiának, amikor mindenkit letaposok és szívom a vérét. Ez a parazita, amikor az utolsó falat testet elfogyasztotta, nem jobb, mint a rák, aki győzelmi kiáltásában enyém az egész test, enyém az egész föld, mondja ez a háttérhatalom. Abban a pillanatban pusztul ez az egész civilizáció,
emberiség, ami állítólag a hetedik civilizáció földtörténetében, és itt az idő, hogy mi föl tudjunk ébredni. És március 15-én ezt az 1 óra 10 perces filmet ajándékoztuk önöknek, nem vágjuk meg, rengeteg gondolatok lesz. Aki ezt az eredeti levelet, ami érkezett Putyintól, el tudja érni, küldje el a szerkesztőségnek, elküldöm Jánosnak is, és közzétesszük, mert igenis Magyarország Petőfije olyan, mint Oroszország Puskinja, és ez méltatlan. És a Magyar Tudományos Akadémiában is ülnek olyan korrabolánsok, a te szavaidat idézve, akinek itt belül még magyar szív dobog. Itt az utolsó perc, drága jó testvéreim, hogy magyarként emelt fővel éljük az életünket. Megköszönöm, hogy itt voltál. Nem egy egyszerű kis március 15-i műsort tudtunk önöknek adni. Remélem, nem gondoljátok Rábik Jánosról, hogy ő is esetleg szabadkönyves, mert ilyen jól ismeri ezeket az érveket. Ő ezen az oldalon játszik, és tiszta szívével a magyarságért van. De viszont aki felelős magyar politikus, és mégis belement ebbe a játékba, azt gondolja végig, hogy mekkora felelősség ez a magyar néppel szemben. Vagy hatalmon van, vagy készül a hatalomra. Ugye ezt azért elmondhatjuk. Azért annyit hozzátennék, hogy én amikor belebotlottam az egész szabadkönyvességbe, ami egy a Szabad Európa Rádió könyvtárában kezemben nyomták azt, hogy a Brotherhood név, amit Stephen Knight írt, aki megírta 34 éves korában, írta a második kötetét, mondták neki, hogy ne írd meg, megírta, meghalt 35 éves korában. Stephen Knight, Brotherhood. Így kezdtem. Én azt hittem, hogy ez valamikor voltak, ma már nincsenek. És utána pedig, én igen, mikor megtudtam, hogy a Staatsbibliotheknak, ahol 9 millió könyv van, van egy zárt osztálya, és ott olyan könyvek hozzáférhetők, amelyek sehol, akkor én bizony nagy nehezen el tudtam, 2 évig tartott, el tudtam intézni a könyvtár vezetésével, hogy ezeket nem lehetett kihozni, ezeket csak Fischen, tehát filmen lehetett olvasni. És Fischen egy oldalt lemásolni egy márka volt. Hát ez nekem ennyi pénzem nem volt. Tehát én elintéztem, én este kicsempésztem a könyvet, elmentem a Szabad Európa Rádiónál, korlátlan mennyiségben lehetett másolni, mert rengeteg, és egy éjjel le tudtam másolni 4-5 könyvet. Reggelre visszavittem, ott volt a polcon, tudták lerakni, soha semmi probléma nem volt, és én nekem van egy ilyen a legkeresettebb és a legeldugottabb könyvek is megvannak nekem így lemásolva, és én bizony, amikor Münchenből hazaköltöztem, 2 kamionnal jöttem, de az egyik kamionban csak könyvek voltak. Kedves nézőink, ezt fontosnak tartottuk elmondani, hogy János ismerete nem abból származik, hogy belülről ismeri a rendszert, hanem kívülről tökéletesen látja ezeket a mozdulatokat, vonásokat. Nincs a végén mit mondani, élvezzük ezt a gyönyörű mai napot, a magyarság egyik legszebb ünnepét, és azt kívánjuk, hogy emelt fővel több 10 millió magyar ünnepeljen közösen együtt, mert megérdemeljük, mint a föld egyik ősnépe. És igen, Petőfi Sándor könyvét feltétlenül vegyük meg, és Pira György úr Széchenyi könyvét is, mert ez a 2 dolog összefügg, ezeknek egy időben kellett, hogy megjelenjenek. Olvassák együtt. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, megköszönöm, hogy itt voltál. Önök VNTV-t, a Viva Natura televíziót látta, korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portján láthatják. Viszontlátásra!